No, hát azt hiszem, hogy nem ilyen idénykezdetre gondoltatok. Mi történt egészen pontosan a Metszelben? Abszolút nem. Talán úgy tudnám megfogalmazni pár mondatból, hogy a Metz csinálta meg azt, mindazt, amit mi megbeszéltünk, hogy mi szeretnénk. Nekik volt feszes a védekezésük, ők tudtak átrohanni rajtunk, mi is pont ezt terveztük. És nagyon-nagyon hamar én úgy érzem, egy kicsit össze is estünk lelkileg, amit azért itthon egy ilyen szurkolótábor előtt szerintem nem szabad megengedni. Nagyon fájó volt, hogy kapartunk, hogy vissza akartunk jönni, de még jobban nyomtuk inkább le magunkat, buta hibákat csináltunk, és ennyi lerohanásból nem szabad kapni, úgyhogy mindenképpen úgy gondolom, hogy nagy beszélgetés vár ránk, de talán még úgy gondolom, hogy időben is jött ez a pofon, hiszen a bajnokihoz mértük eddig magunkat, most szembe jött a valóság, úgyhogy ebbe úgy gondolom, hogy bele kell állnunk. Időnk van még, de ezen most nagyon-nagyon sokat kell javítani, és kaparni, és dolgozni. Nagyon rosszul kezdtük el sajnos a találkozót, és nagyon meg tudott lépni a Metz. Az első fél időben igazából csak kapaszkodni tudtunk az eredmény után, aztán bíztuk benne, hogy egy picit csökken majd a hátrány, de a második fél időben is úgy éreztem, hogy a játék minden elemében felülmúltak minket, és igazából nem hogy csökkent, hanem sajnos nőtt a különbség, úgyhogy ennek köszönhető ez a nagy arányú vereség. Az új edzőtök nyilván új játékszisztémát is hozott a csapathoz, nem állt még ez össze teljesen? Igyekeztünk a nyáron tényleg mindent összetenni, és tényleg minden kívánságát megvalósítani. Azért kell idő nekünk is, játékosoknak ahhoz, hogy átálljunk erre az új rendszerre. Fontos az, hogy nagyon sokat szeretnénk majd futni a mérkőzéseken. Még meg kell tanulnunk azt, hogy egy picit türelmesebbek legyünk, és tudjuk, hogy mikor kell lassítani a játékot. Védekezésre ment azért ma jól, ezt nyugodtan mondhatjuk, hiszen 38 gólt kaptatok. Védekezésre mi az, ami nem állt még össze? Nem tudtunk segíteni a kapusainknak, sajnos én úgy éreztem, hogy nem tudtunk támpontot adni nekik. Próbáltunk agresszívak lenni, és tényleg nagyon sokat készültünk arra, hogy tudjuk majd őket megállítani, de sajnos ez most kevés volt, és úgy éreztem, hogy átszakítanak minket, úgyhogy nagyon sokat kell majd ebből tanulnunk, hiszen nagyon fontos két mérkőzésünk jön a jövő héten. Gondolom, hogy ez fele-fele, nagyon sok lerohanást kaptunk. Ha talán felállt fal ellen 6-6-ba tudunk játszani, akkor úgy gondolom, hogy 50-50, 50%, hogy ki nyer, de nagyon sok könnyű gólt kaptunk, úgyhogy ezt most nem tudnám így a védekezés nyakába varni. Talán azt mondom, hogy nagyon lassú volt a támadásunk, körülményes, lassú, és ha el is adtuk a labdákat, akkor szinte a kezükbe adtuk a labdát, és úgy tudtak lerohanni, úgyhogy nagyon sajnálom, de ígérem, dolgozni fogunk ezen, és hajtani, mert ez volt az első meccs, van még nagyon-nagyon sok, úgyhogy javítani fogunk. Nem is tudom, hogy valaha tapasztaltam-e olyat a ti meccseteken, hogy csendben voltak a szurkolók, 10 percig ilyen nagyon síri csend volt, csak valaminek az ugását hallottuk, illetve hallottuk, amit a pályán beszéltek. Ez hogyan hatott rátok? Hallottuk néha, hogy csend van a csarnokban, és valóban nagyon furcsa volt, mert mindig nagyon jó hangulat szokott lenni, úgyhogy azon leszünk, hogy ilyen többet ne történhessen meg, és tudjanak nekünk mindig szurkolni a szurkolóink, és lássák rajtunk azt, hogy küzdünk, és soha nem adjuk fel. Igen, és hát ugye a kezdeti sokból azért ők is felúcsottak, hogy szükségetek van a támogatásunkra. Igen, nagyon nagy szükségünk van a támogatásukra, de ahhoz, hogy ők tudjanak minket bíztatni, nekünk is nagyon be kell tennünk magunkat, úgyhogy el kell ezen gondolkodnunk, meg kell néznünk a találkozót, és sokat tanulni belőle. Nem szeretjük abszolút, persze, de úgy gondolom, hogy tényleg volt egy olyan periódus, amikor kilátástalan volt, tehát bármi, van olyan mérkőzés, amivel bármivel próbálkozol, nem jött, de most ez olyan volt, tehát én nagyon-nagyon sajnálom őket, hiszen azért ők is beleadtak mindent, hihetetlen jó volt bejönni, égett a csarnok már a bemelegítés alatt, azért ők sem erre számítottak, mi se. Úgyhogy én nagyon remélem, hogy ez az utolsó nagy vereségünk. Tavaly is volt egy ilyen, úgyhogy abba bízom, hogy hát a Final Four lesz a vége.